A műsor támogatója a Heineken Hungária. A műsor média támogatója a femcafé.hu. Elhíresült az erről a könyvről, hogy ez a minden értelmiségi polcán megvan, de senki nem olvasta végig. Egyébként ezt akartam megcáfolni, és gondoltam, hogy hú, én most ennek neki megyek, csak aztán véget ért a karantén időszak, kicsit kinyílt a világ, és becsukódott a könyv. Bánki Beni, 22 éves költő, szlemmer, dalszövegíró, irodalmi pályázatok, versmondó versenyek, a 2015-ös Kimitube online videóverseny győztese. 11 éves kora óta ír verseket. Néhány évvel ezelőtti országjárásán közel 50 ezer kilométert tett meg, hogy rendhagyó irodalomórákon népszerűsítse kortársai körében az irodalmat és az olvasást. Több tízezer ember előtt versel, szlemmel. Célja, hogy megmutassa, mindenki megtalálhatja a saját útját az irodalomhoz. Beni, arra kérlek, hogy három olyan könyvet mutass meg nekem a könyvespolcodról, ami árulkodik rólad, aminek története van. Az a célom, hogy téged a könyveiden keresztül ismerjünk meg. És azért azt áruljuk el a nézőknek, hogy 22 éves vagy, talán aki ismer, azt tudja. Nagyon könnyű megjegyezni, meg 2000-ben születtél, szóval tényleg mindig tudni fogom, hogy hány éves vagy, mert gyakorlatilag csak a dátumot kell néznem. És hogy nem olyan régóta éltek itt a pároddal, ebben az albérletben, vagy ebben a lakásban, és gyakorlatilag a kedvünkért lett könyvespolc, és hoztad föl a könyveidet vidékről, hiszen vidéki vagy, és ott vannak alapvetően a könyveid. Igen, egyébként a családi házban, ahol felnőttem, ott egy baromi nagy könyvespolc van, tehát szerintem ennek körülbelül a tízszerese, de lehet, hogy rosszul satszolok. Viszont onnan próbáltam azokat elhozni, egyrészt amiket szeretnék elolvasni, illetve azokat, amik nagyon meghatározó olvasmányélmények voltak. Úgyhogy ez most egy kisebb része, tehát csak egy töredék, de vannak itt olyanok, mint például amúgy a Simon Marcitól a Polaroidok, ami számomra egy nagyon fontos olvasmány, meg egy fontos életszakaszt is jelöl, illetve a Kemény Zsófinak a Nyílt láng használata, vagy a Szilágyi Domokos Világhava. Uh-huh. Még mielőtt a kötetekről részletesebben is beszélnénk, akkor jól érzem, hogy ez a három lesz? Vagy ez most csak hirtelen mondtál egy párat, ami ilyen meghatározó? Nem, erre a háromra gondoltam. Azért érdekes ezt látni számomra, picit olyan, mint egy időutazás, mert hogy szerintem én is, amikor egyébként még pár évvel idősebb is voltam, mint te, de ugyanilyen IKEA-s könyvespolccal kezdtem, csak fehérrel. Igen? És találtam néhány képet még a Nincs időm olvasni kihívás előtti időszakból, amikor nekem is egy ilyen polc, picit talán, lehet, hogy volt még egy már és több könyv rajta, de hogy az a lényeg, hogy visszaidézi azt az én 20-as éveim elejét, amikor elkezdtem a könyveket gyűjteni, amikor már a saját első könyvespolc. És hogy ezt olyan jó látni, és látom magam előtt, hogy egyébként 10 év és 5-szer ekkora polcod lesz, és nyilvánvaló, hogy otthon nektek rengeteg könyvetek van, hiszen neked azért az olvasás szeretete az otthonról jön, a szüleitől jön, ha jól tudom, a közgazdász édesapától jön. Igen, ő volt az, aki amikor végeztünk az iskolában, általános iskolában, akkor délután elvitt minket, vagy könyvtárba, vagy egy könyvesboltba, ahol volt egy nagyon szuper kialakított olvasósarok, és délutánokat ott töltöttük, ott fedeztük fel magunknak az olvasmányunkat, ott alakítottuk ki az ízlésünket a tesómmal, és egyébként szerintem ott találkoztam így a kortárs költészettel is, ami számomra azért volt nagyon izgalmas, mert nyilván általános iskolában azért nem sokáig jutunk el az irodalomtörténet szempontjából, és az, hogy élnek még költők, hogy vannak alkotók, hogy van olyan, aki megosztja most is a gondolatait, és ezt már más nyelven teszi, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, az számomra nagyon imponáló volt. De várjál, egy csomó fiatal meghallja, hogy kortárs, és rohan el, és retteg tőle, és szerintem tényleg mindig elmondom, de a kortárs és szép irodalom a két szó, mivel a legjobban taszítani lehet. Igen. A fiatalokat. Hogy van az, hogy te ilyen fiatalon azt mondtad, meg mondod is, mert azért most is borzasztóan fiatal vagy, hogy a kortárs költészet kezdett el vonzani. Mi vonzott annyira benne? Szerintem akkoriban egyébként ez nagyon összefüggött, tehát volt egy olyan fiatal költő generáció, akinek az első pár kötete, vagy a pályafutásának a kezdete szorosan összefüggött
a rap kultúrával, meg a slam kultúrával. Tehát, hogyha például a Závada Péterre gondolunk, ő ugye még a Kezdet Fiai formációnak volt a tagja. Jó kis akkoriban. Igen. Sokat nálad volt? Sokat vitted magaddal? Igen, igen. Hát volt egy olyan táskám egyébként, amiben bármi bekerült, akkor ez biztos, hogy így nézett ki, de amúgy minél csúnyábban néz ki egy kötet, annál biztosabb, hogy sokat olvastam. És ez dedikálva És ez ráadásul dedikálva van, igen. 2013. Ami már majdnem 10 évvel ezelőtti. Emlékszem, egy ilyen író-olvasó találkozó, vagy kötet bemutató alkalmából mentem oda a szerzőhöz, és ezek nekem mindig meghatározóak voltak, ezek a személyes találkozások, az, hogy aláírták a kötetet, mindig adott egy új lendületet az én alkotói tevékenységemhez is, vagy legalábbis így berúgta a motort nálam is. Tehát akkor volt egy ilyen időszak, hogy ez lehet a kulcs, hogy a Kemény Zsófi, Závada Péter, hogy ez a slammel függ össze, ugye? Hogy gyakorlatilag te, és akkor beszélj picit erről, mert ez is nagyon fontos, hogy nem csak az izgalmas, szerintem, hogy 11 évesen elkezdtél már írni, ami szerintem megdöbbentő, mert szerintem 11 évesen, nem tudom, én legalábbis nem nagyon írtam verseket, te akkor elkezdtél már verseket írni, és utána a slam is elég hamar beköszöntött az életedbe. Igen, mert valahogy nálam az alkotás az soha nem volt előadás nélkül. Mind a kettő terület nagyon érdekelt. A versek felé egyébként is onnan közeledtem, hogy versmondó voltam, és tehát ezt nagyon komolyan is vettem, meg jártam versenyekre. És utána, hogy felfedeztem azt, hogy amúgy én is mennyire szeretek a nyelvvel, a betűkkel bánni, hogy amúgy a kreativitásnak talán ez a legjobb formája számomra, mert ebben érzem otthonosan magam, és ebben tudom a legjobban kifejezni magam. Utána megpróbálkoztam a slammel is, a színpadra vittem, és egyébként azt élveztem a legjobban, mert ott viszont ugye egyből jön a megerősítés, a visszajelzés. Mondjuk a verseknél, hogyha közlöd egy irodalmi folyóiratban, vagy megmutatod másoknak, vagy kirakod valahova, az azért nem olyan direkt és hirtelen, mint amikor a színpadon 3 percig előadsz, és mondjuk látod a csillogó tekinteteket, vagy mást az arcokon, de hogy mindenképpen jön valami megerősítésféle. Hogyan szerettél bele ebbe a slam kultúrába, és biztos vagyok benne, hogy nézi olyan ezt az interjút, aki azt se tudja, hogy mi az a slam, miről beszélnek ezek. Mondjuk el, hogy valójában itt arról van szó, hogy te előre megírsz szövegeket, tulajdonképpen költészet az, amit végzel, viszont tényleg összefügg egy előadói stílussal, vagy egy előadással, és úgy kell elképzelni, hogy rendes slam versenyek, slam előadások voltak, ugye, ahol igen, élő közönség előtt te előadtad ezt az előre megírt szöveget. Igen, és egyébként tehát ebben is vannak különböző iskolák, vagy különböző elképzelések, mert hogy vannak olyanok, akik mondjuk szinte szabad verseket írnak, és azokat adják elő szlemként, meg vannak olyanok, mint én, akik inkább így ezeket a nyelvi lehetőségeket próbálják kihasználni, és szójátékokkal rakják tele a szövegeket. Mondj már egy-kettő kedvencedet, amit te írtál. Tudom, hogy furcsának tudhatna magadtól idézni, de hogy biztos van ilyen ötlet, hogy mi az, ami ilyen szójáték is, amit írtál. Az a baj, hogy mindig így egészben tudok előadni szövegeket, ja, de szívesen elkezdem. Nincs olyan, hogy gyorsan egy... Gyorsan egy nincsen. Hogyha lehet, hát bármit. Pár nap múlva lesz a Pilvaker, és arra nagyon készülök, és szerintem abban vannak olyan sorok és olyan szójátékok, amik nagyot fognak ütni. De ezt úgy gondolom nem lehet spoilerezni. Ezt nem akarom elspoilerezni. Viszont egyébként a slam az olyan szempontból könnyebb, vagy olyan szempontból más, hogy ott azért maga az előadás is rásegít a hatás elérésére. Ott az, hogy hogyan mondom, mit viszek bele, milyen erőt, hogy erősítek rá arra az adott sorra, ez amúgy nagyon sokat segít, és egy versnél mondjuk nincs meg ez. Tehát ott tényleg csak a szavak vannak, az, amit az olvasó lát, úgyhogy ilyen szempontból ott nagyobb súlya van annak, hogy mit írok le. Van egy szövegem, ami az én generációmról szól, az én nemzedékemről, és kicsit arról, hogy ne vessük ki magunkat, ne vessük ki a hibáinkat. Nyilván nincs akkora gond a korosztályommal szerintem, mint az idősebbek mondják, de azért vannak olyan dolgok, amik ránk jellemzőek.
A lerágott csont sincs elégszer lerágva, ha több filter van a képeden, mint a teádba. Semmi sem a régi, minden átalakul, és az internet irányít, mert minden átalakul. Persze a sötét nagyúr, az ész hiányzik, a logó alól az ego kilátszik. A királysághoz manapság nem elég a szerencsese, de ne mondd, hogy a lájkokért megéri a szerepcsere. De jó, tök jó. Értem most már a nyelvi leleményeket benne. Igen. És teljesen rááll az agyad, ahogy olvasol mondjuk például egy Simon Marcit, ezeket figyeled, honnan inspirálódsz ezekhez a szövegekhez? Tényleg rengeteget olvasok, rapzenét hallgatok, szlemeket nézek, és mindenből. Egy idő után tényleg rááll az agyad arra, amire koncentrálsz, amire figyelsz, és próbálsz ilyenekben gondolkozni, és amúgy ez gyakorlom is, tehát ezt szeretném fenntartani így a mindennapokban, hogyha állandóan csinálom, akkor találok meg olyan poénokat, amik utána elég hatásosak tudnak lenni. Tehát akkor az első könyv, ehhez kapcsolódóan, és tök jól átbeszéltük ezt az egész slam dolgot is szerintem, így jobban megismertek a nézők, a Simon Marci kötete, a Polaroidok, amit levettél a polcról. Igen, egyébként mikor találkoztál ezzel a könyvvel, meg mitől érdekes annyira számodra? Hát 2015-ös aláírás van egyébként benne, és azért is tartom nagyon különlegesnek, mert nem tudom már, hogy mi van odaírva. De nem tudom elolvasni, amit a Marci írt, szóval nagyon sajátos a kézírása, és akkor biztos, hogy sokat jelentett, de valahogy így az idők távlatából, vagy az évek távlatából már nem tudom értelmezni. Na tessék, itt egy kvízjáték, egy kihívás. Egyébként igen, tényleg Marci picit csúnyán ír, nálunk is volt a boltban dedikálni, és mondtam is neki, hogy én sem nagyon tudtam kiolvasni, mit ír, de lehet, hogy ez neki egy ilyen fontos, nem tudom, játék is. Szerintem abszolút. Akkor tud, és később ne. Egyedivé teszi. Meg egyébként a Marci akkoriban, én irodalmi táborokból ismertem meg, jártam mindig olyan helyekre, ahol azt éreztem, hogy több tudok lenni, vagy tudok fejlődni, fejleszteni a készségeimet, és Marcival nagyon sok helyen találkoztam akkoriban, és elkezdtünk levelezni. Engem meg nagyon meglepett az, hogy nem csak lerendezte a szövegeket, amiket küldtem neki, és azt mondta, de jól csinálom, vagy de jól írok, vagy pont az ellenkezőjét, hanem ilyen hosszú e-maileket kaptam tőle. Tényleg? És volt, hogy átküldtem neki szerintem 40 verset, és mindegyikről így egyenként ilyen 2-3 sort írt, úgyhogy tényleg foglalkozott vele, és azért egy induló költőnek, meg egy 15 éves srácnak ezek azért nagyon fontos tapasztalatszerzés céljából való élmények. De jó, ez tényleg egy nagyon jó történet. Nem is gondoltam volna tényleg, hogy Marci ennyire lelkes, meg nyitott volt. Meg hogy ennyire el lehetett érni. Jó, akkor Polaroidok. Egyébként azt érdemes tudni, nyilván nekem is megvan ez a könyv, hogy ez egy iszonyú nagy fenomén jelenség gyakorlatilag, hogy elképesztően nagy példányszámon kelt el, és tényleg a generációnak, amikor ez megjelent, egy ilyen alapműve volt, és tudom, hogy nagyon sokan még azzal is játszottak, hogy most ezek a számok mik, miközben, ha jól tudom, Marci legalábbis ezt mesélte, hogy abszolút nincs jelentősége a számoknak, csak így random dobálta oda, de most nem akarom ezt nyilván helyette így elmondani, de hogy mit jelentett számodra egyébként ez a könyv még, hogyha picit szeretnénk mondjuk ajánlani akár bárkinek, akkor mit tudnál még hozzátenni? Valahogy azt éreztem, hogy ilyen is lehet a költészet, és ezt nem feltétlen nekem kell folytatnom, de valahogy minden olyan szöveg kötet tetszett, ami után azt éreztem, hogy tulajdonképpen a lehetőségek tárháza végtelen. Tehát nem kell ilyen nagyon szigorúan vagy kötött formában gondolkodnom, hanem kikacsingathatok ezer felé. És egyébként a Marci kötet kapcsán eszembe jutott itt a Tóth Krisztina Magaslabda. Én Tóth Krisztinát nagyon sokáig nem olvastam, és ez valahogy egy ilyen egyetemi élmény volt, vagy egyetem során találkoztam vele először. És őt meg azért tartom nagyon jónak, egyrészt szerintem baromi jó versek vannak ebben a kötetben, és ahogy így olvastam a többi kötetét is, talán ez a legerősebb. De hogy egyébként meg mind az irodalmi értelmiség körében is elismerik, mind így a szélesebb közönség is olvassa, ami szerintem nagyon ritka, mert általában az egyik oldal a másik kárára létezik. Mármint, hogy ez kicsit ilyen sarkos vagy eltúlzott kijelentés, de hogy nagyon nehéz szerintem megfelelni a szakmai közegnek és az olvasóknak.
a hétköznapi olvasóknak. Jó, hogy ezt a témát pont felhoztad, mert szeretek is volna erről megkérdezni, hogy azért rólad még azt tudni kell, hogy 2016 környékén volt a KimiTube, ott fedeztek fel, de az igazi nagy berobbanás talán 2019, amikor a Pilvaker színpadra fölállhattál, igen, és szlemelhettél, és 13 ezer ember előtt, tehát én nem tudom, annyira durva ez az egész jelenség. Maga a Pilvaker is, én nagyon szeretem, meg az is, hogy tényleg elképzelem, hogy te fölálltál 19 évesen 13 ezer ember elé, az megdöbbentő. Számomra meg neked is, milyen lehetett. Igen, de hogy azért ezzel viszont párhuzamosan, meg a YouTube-bal, meg az Instagrammal, meg azzal a közösségi média léttel, amit képviselsz, azért akaratlanul és a kritika is befut. És hogyan dolgoztad azt fel, hogy azért egy 20 éves fiatal szerintem nem biztos, hogy ilyen mértékű, nem is tudom, támadást tud érni, vagy egyáltalán el tudják érni, vagy ilyen sok felületen megtalálják. Nagyon nehéz volt, mert kakuktojásnak érzem magam, mivel kevés olyan kortárs költő van, aki így használja a közösségi médiát, eszközként tekint rá, a céljai eléréséhez, kommunikál aktívan ott, megosztja nem csak a szövegeit vagy a műveit, de az életét is, és ezért rengeteg támadás ért. Egyébként aki például mindig kedves volt velem, és azóta is figyeljük egymást, és szoktunk beszélni, ez pont a Kemény Zsófi. A Kemény Zsófival nagyon jóban vagyok, és szerintem ez többek között abból is jön, hogy egy időben ő is nagyon ki volt téve a támadásoknak, támadási felület volt, hiszen elvállalt például reklám együttműködéseket, vagy olyan kampányokat, amik nem voltak összeegyezhetők mások számára a költői pályafutásával. Á, értem, tehát ez a sznobizmus, hogy az, aki költő, meg irodalmár, meg irodalmi műveket alkot, az ne vállaljon reklámokat. Tényleg, te a Fanta reklámban is voltál, ez volt még egy fontos támadási alap tényleg. Na, és akkor megbántad, vagy miért döntöttél akkor úgy, hogy ezt el kell vállalnod? Akkoriban nagyon örültem, hogy egyre több lehetőség ér, és utólag sem bántam meg azt, hogy különböző videókban szerepeltem, vagy különböző produkcióknak voltam a része, de azt nehéz volt feldolgozni, hogy sokak számára ez annyira idegen, hogy mondjuk emiatt egy barátság megromlik, vagy rossz szemmel néznek rám, előítélettel kezelnek. Például volt egy olyan sztori, hogy egy ilyen neves irodalmi magazin, talán az Irodalmi Jelen megjelentetett pár szöveget tőlem, és úgy volt, hogy a folyóiratban is benne lesz, a nyomtatott példányban, és kirakták először online, megosztották Facebookon, és egy csomó kortársam elkezdett kommentelni alá, és annyi mindent írtak, meg egyébként olyan stílusban, hogy utána leszették magát a posztot is, és végül egyébként nem jelent meg a folyóiratban, és ez szerintem egy ilyen, mert hogy ez számomra egy ilyen nagyon negatív élmény volt, és nagyon rosszul éreztem magam utána, mert azt éreztem, hogy tényleg ezek a dolgok, amikben részt veszek, ezek meghatározzák azt, hogy hogyan csapódok le így egészében. Pedig közben meg szerintem ezek a különböző tevékenységek elkülöníthetők, vagy hát amikor verset olvasok, akkor persze az életrajz az tök jól kiegészíti, vagy tök jól segíti azt, hogy jobban megérthessem mondjuk a szerzőt, de ott alapvetően tényleg csak a vers van. És hogyan sikerült ezen átlépni, tovább lépni, hogy legyen merszed például fölállni 13 ezer ember elé a színpadra, mert ezek a támadások szerintem előtte voltak. Ugye? Előtte voltak? Igen, előtte. Hogyan lehet ezen túl lenni? Hogyan nem történik az, hogy olyan nyomás, olyan... Van, aki tényleg ezután akár még a pánikrohamban is megküzd, vagy akár pszichológushoz kell forduljon. Mi az, ami ennyire hajt téged, hogy ebben nem törtél bele? Van bennem mindenképpen egy bizonyítási vágy, egy megfelelési kényszer, és rengeteg támogatást kapok azért. Tehát nyilván most inkább arról beszéltem, hogy mennyi sérelem ér, de hogy közben meg a családom, vagy a közvetlen környezetem, sok más szakma belé, tehát például amúgy a Szálinger Balázs az kifejezetten kedves volt velem mindig, és egyébként neki is küldtem szövegeket, és ő is nagyon jó fej volt, és viszont közben meg kritikusan bírálta őket. De hogy valahogy egyébként mindig kaptam annyi segítséget lelkileg, hogy ezeken átlendüljek, és egy idő után már tudtam helyén kezelni a sokszor tényleg ilyen ócsárló megjegyzéseket.
Meg hát az, hogy megtaláltam egy idő után az én közegemet. És furcsa módon ez nem is az irodalmi volt, hanem a zenei, a zenész közeg. Tehát akár így a Pilvaker kapcsán, amikor belecsöppentem a próba folyamatokba, ott mindenki nagyon nyitottan, befogadóan fogadott, és ott azt éreztem, hogy tényleg kicsit otthon vagyok, elengedem magam, persze akarok teljesíteni, meg akarom nekik mutatni, hogy nem véletlenül kerültem oda, de a zenészek azok nem előítéletesen gondoltak rám. Na jó, menjünk tovább. Mutass másik könyvet. Most akkor volt egy ilyen költészetrész. Simon Marci, Závoda Péter, Tóth Krisztina. Legyen akkor ez egy, de szeretnék valami mást is látni. Van itt aztán Bartis Attilától elkezdve egyébként rengeteg verses kötet, tehát egy szinte Térei összes van, de igen, nagyon sok van. Az utóbbi időben egyébként inkább verseket olvastam, mert nyilván az egyetemre is nagyon sokat kell olvasni, irodalom és kultúratudomány mesterképzésen, de a szabadidőmben épp ezért, mert talán kevesebb is van belőle, meg egyébként nyilván többet lehet abból fogyasztani, vagy befogadni, ezért a versek voltak azok, amikből sokkal találkoztam. Meg hát egyébként is a költészet érdekel jobban, mint a próza. Azt a Szilágyi Domokos kötetet nagyon szeretem, ez egy válogatás kötet, a szerző halála után adták ki. Most hát tudni kell róla, ő egy erdélyi költő volt a 20. században, hogy elég tragikus sorssal rendelkezik. Saját kézzel vetett véget az életének. Egyébként a felesége is, aki szintén költő, a Hervei Gizella, és egyébként még a fiúk is meghalt, úgyhogy tényleg ilyen szempontból borzasztó élete volt, viszont hihetetlen jó verseket hagyott maga után. Nekem főleg az a Búcsú a trópusoktól kötet a kedvencem. Ez összesen 6 versből áll, de azok egyrészt elég hosszúak, másrészt szerintem óriási művek. És egyébként ez meg olyan szempontból nagyon fontos számomra, mert sok verset mondtam tőle még annó, és egyébként nagyon sok versenyt megnyertem az ő szövegeivel. Jaj, de jó. Ezek életről, halálról, történelemről. Persze, egy tényleg egyébként egy versmondó versenyen az is fontos, hogy miért azt a verset választod, és azt hogyan tudod jól előadni. Tehát nem csak arról szó pusztán, hogy hogyan mondod a verset, igaz? Igen. Hát már csak azért is, mert emlékszem, tehát a versmondás az inkább ilyen gimnáziumi évekhez köthető tevékenység volt. Akkor szerveztek versenyeket, meg ugye elsősorban középiskolásoknak szóltak ezek. És hát nyilván minden versmondó versenyen volt pár kötelező szöveg, amit hoztak páran, és ezért mindig ki akartam tűnni valamivel, hogy olyan szerzőt hozni, amit sokan nem ismernek, olyan verseket megragadni, vagy olyan verseket előadni, amik kevésbé népszerűek, mert amúgy nagyon sok olyan van, amit nyilván én sem ismerek, vagy utólag fedeztem fel, és nem beszélünk eleget róla. És szerintem Szilágyi Domokos is például egy ilyen szerző, de egyébként még vannak páran, akik nem annyira mainstreamek. Nagyon úgy felhoztad. Egyébként 1988-as a kötet, akkor születtem. Komolyan? Nagyon. Jó, köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmet. Hervé Gizelláról hallottam többet. Egyébként van egy Levél helyett című verse a Hervé-nak, ami elképesztő. Azt is nagyon szeretem. De őt nem annyira, úgyhogy köszönöm szépen, ezt nekem is ajánlottad, meg fogom nézni. Viszont ha már itt tartunk, és ez a második, amit levettél a polcról, akkor muszáj egy picit arról is beszélgessünk, hogy te nem tudom, mit tapasztalsz a környezetedben, meg a korosztályodban, de én leginkább azt, hogy borzasztóan nehéz persze olvasásra is bírni őket, és ezen dolgozunk hosszú évek óta, de hogy te is, mert ugye nagyon sokat jártál iskolákba, 50 000 kilométert tettél meg, és gyerekekkel találkoztál, hogy olvasásra és költészetre bírd őket, de hogy a versekhez még nehezebben közelítenek. Igen, szerintem, hogyha arra gondolunk, hogy mennyire mennek most például ezek a streaming oldalak, és mennyi tévét néznek a fiatalok, és nem is hagyományosan a csatornákat sokszor, hanem kifejezetten egy filmet vagy sorozatot. Szóval hogy azt akarom ezzel mondani, hogy szeretjük a sztorikat, a történeteket, és mondjuk a versekben ez sokszor
nincs meg, ezért mondjuk inkább prózához nyúlnak szerintem a korombeliek, vagy a nálam fiatalabbak, és ifjúsági regényeket olvasnak. De szerintem a versek meg pont azért nagyon jók, mert egyrészt rövidebb ideig tartanak, tehát azt nem lehet mondani, hogy nincs időm olvasni. Tehát, hogy nincs időm olvasni akár egy verset minden nap. És közben meg sokszor nagyon feltöltenek, sokszor pár sorból magunkra ismerünk, és ez valami elképesztő, hogy egy tömör szöveg az sokszor többet elárul rólunk, mint hogyha egy novellát végigolvasunk. Érdemes megismerkedni a versekkel. Na, mi legyen a harmadik? Szilágyi Domokos és sok kortárs után. A Kemény Zsófira azért gondoltam, mert az kétszer is megvan nekem, a nyíltlánk használata. Egyrészt dedikálta ő maga, még szintén 2015-ben, és még rajzolt is nekem oda két arcot. És ez volt az első kötet, amit a barátnőmnek megvettem, amikor összejöttünk, és hagytam is benne egy ilyen kis üzenetet, amikor elmentem tőle. Először így írtam bele, illetve egy ilyen kis polaroid fotót is beragasztottunk. És maszkban, mennyire megmarad majd igen. Covid időszak gyakorlatilag a történelem része, ez tényleg. Fontosak ezek a lenyomatok, mert tényleg sokszor a könyvek, a versek őriznek egy időszakot, vagy egy időszaknak az emlékét. Egyébként egy nagyon romantikus alkat, vagy itt kiszúrtam egy ilyen kis kötetet, ezt is mutassuk meg egyébként, pont mondtam, hogy szerintem megnézik ezt az interjút, és mindenki olyan pasit szeretne, mint amilyen te vagy, mert gyakorlatilag olyan emlékeket látok itt, meg olyan kapcsolódásokat el a barátnőddel, például mi ez a kötet? Mesélj nekünk egy picit! Ennek az a története, hogy próbáltam valami nagyon személyes ajándékot adni karácsonyra neki, nem is tudom, hogy 2020-ban már, az a furcsa, hogy ezek az utóbbi pár évek nagyon összefolynak. És ez tulajdonképpen egy emlékalbum, egy fotóalbum, de nincsenek benne képek, hanem egyrészt mindig a bal oldalon van a képkész, tehát egy adott képnek, ami mindkettőnk telefongalériájában megvan a készülésének a dátuma, tehát ez például 7.30, 23:58, és akkor ugye ebben van egy ilyen kis játék, hogy ki lehet ezeket keresni, és hozzá egy leírás, ami szinte ilyen naplószerű, szinte olyan, mintha egy vers töredék lenne, vagy akár egy egész vers. Ez milyen jó játék, és egyébként ajándékötlet is, de akár egy ilyen kreatív írós játék, hogy keresse a telefonod galériájában képet, amiről eszedbe jut egy gondot, és próbálj megírni hozzá egy verset, ez zseniális. Ezt meg lehetne csinálni, nem? Ez nagyon jó, ez nagyon tetszik. De jó, szuper, nagyon jó ötleteid vannak egyébként. Köszönöm szépen. Ez itt micsoda? Ezt pedig a szüleimtől kaptam, ez az ő ötletük volt. Itt ugye látható ez a hosszú cím. Jaj, de cuki Bánki Benyámin összes eddig el nem ismert alkotása. Igen, ez egy sima vonalas iskolai füzet volt, amire ezt írtam a legelejére a monitóra. Jó, te írtad ezt rám. Igen, és akkor ők is lerakták poénból. Ez tulajdonképpen az első pár versem. Tehát amit mondtál, hogy 11 évesen elkezdtem versekkel foglalkozni, szövegeket írni, azok ezek tulajdonképpen. Isten, esküszöm, kire ez a hideg. Egyrészt attól is, hogy te ilyen fiatalon ilyeneket alkottál, másrészt attól, hogy ilyen támogató szüleid vannak, hogy gyakorlatilag ezt egy ilyen kötetbe bekötötték, és hát ez gyönyörű, hát ez mennyire szép dolog. Igen, ez biztos, hogy nagyon sokat jelentett akkor, mert lehet, hogy nem folytattam volna, hogyha azt éreztem, hogy tényleg mindig csak a fióknak megy. Igen. És utána felolvasó estet is tartottunk ezekből a szövegekből, azt is segítettek megszervezni ott Pécsen, a szülővárosunkban. Elképesztő. Hát igen, itt látszik az, hogy gyakorlatilag tényleg mindent otthonról hozunk, és hogy a szülői háttér, támogatói szülői háttér nélkül gyakorlatilag egy gyerek rendesen meg van lőve. Nagyon szép, ezt még kicsit hívogom már, szép dolog, még szívröntgen, ez is olyan szép a címe. Na és akkor oké, Kemény Zsófit említetted, aki egyébként korábban is felmerült, mert fontos szereplő, de akkor legyen egy harmadik, egy ilyen utolsó zárókötet. Zárókötet. Ugye annak idején voltál nálam alapozza 99-et című
azóta már az én vezetésemmel véget ért podcastben, és ott a Frenész Zoét említetted, de ezt mondtad, hogy most nem szeretnéd, hogy ismételd önmagad, de ezt is vissza lehet keresni, erről meséltél akkor nekem, és ez nagyon-nagyon inspirált egyébként. Igen, ugye a szerzőnek a zaphegyező, vagy ugye igen, azóta új fordítással megjelent, de még nem olvastam, a Rozsban a fogó című könyve volt az első, amivel találkoztam, és egyébként szerintem elég fiatalon, tehát egy csomó könyv volt, amit olyan korban olvastam, amikor még azért nem érthettem minden ilyen finom gesztusát, vagy apró mozzanatát, ilyen rétegét. De ez talán a kicsit kívülállóságod miatt is van, nem? Mert ezt is olvastam, hogy mindig valahogy a felnőttek érdekeltek, hogy igen, kihallgatod a felnőttek beszélgetéseit gyerekkorodban. Igen, igen, mindig jobban figyeltem a felnőttekre, akár amikor a kocsi hátsó ülésén voltam, vagy a szüleim elmentek családi barátokkal találkozni, és mindenki azt hitte, hogy én a nyugágyban már alszom, de egyébként figyeltem, mert érdekelt, hogy mikről beszélnek, mit leshetek el, mit tanulhatok el, és egyébként lehet, hogy maga az irodalmi érdeklődésem is kicsit ebből táplálkozik, meg hát az első könyvek, amik a kezemben forogtak. Ugyanilyen egyébként az Utas és Holdvilág, amivel szintén szerintem apukámon keresztül találkoztam először, sőt, ebből nem tudom, hogy ismered-e, van egy hihetetlenül jó rádiójáték. Igen. Igen, ami igen, meg szerintem nagyon jól megteremti azt az atmoszférát, amit a könyv is. Viszont azt meg nem tudom, te ismered-e, van egy hangos könyv is belőle, amit a Kulka. Azt nem. Kulka János olvas fel, hát fantasztikus. Csak az a rossz, idézél be, hogy ha egyszer meghallgatod, onnantól kezdve csak a Kulka János hangján tudod olvasni. És ez néha nekem problémát okoz, hogy onnantól kezdve nincs menekvés és beég a fejedbe, de az is fantasztikus. Ha esetleg újra szeretnéd, vagy valaki újra szeretné olvasni, vagy élni az élményt, akkor én volt egyszer, hogy úgy vezettem rengeteget, ameddig végig nem hallgattam az egészet a Kulkával, és fantasztikus tényleg. Igen, meg egyébként az is fantasztikus, hogy ilyen könyvek, mint például az Utas és Holdvilág, amúgy nagyon népszerű tudnak lenni. Tehát, hogy ezt rengetegen olvasták, és olvassák a mai napig, és szerintem, hogyha sokaknak mondjuk akár ez a belépő könyve az irodalomba, vagy hogy komolyabban foglalkozzon irodalommal, vagy olvasóvá váljon, akkor szerintem ez abszolút eredményes tud lenni. De egyébként rengeteg téreim is van, az már csak azért, mert még a Lackfi János mutatott be neki pár évvel ezelőtt, szerintem 17 éves koromban, egy mentorprogramban vettem részt, ahol Lackfi volt az, aki foglalkozott a verseimmel, adott ki feladatokat nekem. Téreivel csak egy köszönés erejéig találkoztam, és mégis kb. Egy évvel később, amikor elmentem egy könyvbemutatójára, ez a Káli Holtak volt, akkor dedikálta, és mondta is, hogy így emlékszik rám, és ez olyan jól esett, hogy tényleg csak egy ilyen röpke pillanat volt, és mégis való ott voltam a fejében, és hát elég szomorú, hogy ő is milyen tragikusan fiatalon elhunyt. De be is szereztem tőle nagyon sok mindent pont azért, hogy kicsit pótoljam a hiányosságomat egyrészt így az életműve kapcsán, meg hát én nagyon szeretem a verseit, főleg azt, hogy ő még gondolkodik formában, és nem szabad verseket ír, vagy nem csak szabad verseket ír. Az jutott eszembe, miközben erről meséltél, hogy azért mennyire más élet, vagy mennyire különleges élet lehet akár új magyar szakosnak lenni, hogy Lackfi János, Térei, tehát én sorolhatnám, Simon Marci, Kemény Zsófi, Szálinger Balázs, tehát ilyen emberekkel gyakorlatilag, akinek mások csak a könyveit foghatják meg, vagy olvashatják, te találkoztál, beszéltél velük, leveleztél velük, hogy azért nagyon izgalmas ez. Igen, egyébként ez a Závada is dedikált, a Kukorelli Endre is. Nagyon sok, tényleg nagyon sok irodalmi táborban voltam, találkozón, kötetbemutatón, és ezek adtak nekem mindig motivációt az íráshoz, ahhoz, hogy tartsam a lépést, figyeljem az újakat, a belépőket, tehát akik költészettel foglalkoznak. És szerintem ez fontos is, mert nyilván jó ismerni a klasszikusokat, illetve hát anélkül nehéz létezni, vagy nehéz megérteni sokszor egy kortárs művet, de hogy alapvetően szerintem az a feladatom, hogy azokkal legyek képben, akik ma alkotnak, mert ebben a korban élek, én is erre a korra reflektálok, és ebből építkezem.
És ezt a nyelvet használod, amit most használunk. Igen, az meg a másik. Ha már nyelv, ez is nagyon tetszik nekem, hogy nagyon érződik rajtad, hogy imádod a magyar nyelvet értelemszerűen, igen, hiszen igen. Azért, ha valaki költő, költészettel foglalkozik, ír, akkor ahhoz a magyar nyelv szeretete az gyakorlatilag elengedhetetlen, és ez érződik is a verseidben, a szójátékokban, amit ugye most például a slam kapcsán is behoztál nekünk. És mi van az angollal? Mert azért látok egy-két angol könyvet. És ma, amikor már gyakorlatilag alapelvárás, hogy mondjuk a korosztályod, meg nyilván az enyém is, beszéljen angolul, és akár olvasson, és kicsit az az érzésem, mintha az lenne trendi, tudod, hogy tudok angolul, és tudok beszélni gyakorlatilag angolul, és Netflixen angolul nézem a sorozatok, és a többi, akkor hogy jön ide az, hogy menő legyen a magyar nyelv? Uh-huh. Meg te hogy vagy az angol nyelvvel, ha már itt van például az abhegyező angolul? Én főleg akkor olvastam angolul, meg akkor néztem kifejezetten sok sorozatot is így, ilyen nyelven felirattal. Amikor készültem a nyelvvizsgára, és csináltam egy felsőfokút, de egyébként meg én jobban szeretek egyrészt magyarul olvasni, illetve akár magyar dalokat is hallgatni, mert úgy érzem, hogy egyrészt a magyar nyelv az nagyon rétegzett, és nagyon sok árnyalata van, nagyon szépen lehet kifejezni, és egyébként nagyon, tehát ugyanazt a témát, azt rengetegféleképpen meg lehet írni, és ugyanazt, amit már ezerszer elmondtak, mindig lehet egy kicsit máshogy megmutatni, és ezért számomra nagyon fontos, akár a repszövegekben, dalszövegekben, versekben, mert ebből inspirálódok, ebből tudok igazán egy saját versnyelvet kialakítani. Én mindig azt érzem, hogy nagyon lemaradtam, hogy annyi mindent kell pótolnom, akár a kortárs, akár a klasszikus költészet terén, és tényleg annyi jó szerzőnk van, hogy soha nem érünk a végére az olvasásnak, ezért persze nekem is vannak angolul könyveim, regények, verseskötetek, de hogy alapvetően amúgy azt tartom fontosnak, hogy magyarul olvassak, mert az rengeteget ad, és tényleg annyi kiváló szerzőnk van. Nagyon jó inspiráció vagy szerintem a mai fiataloknak, mert ez a magyar nyelv szeretete is számomra lenyűgöző. Másrészt az előbb itt beszéltünk arról, hogy Térei Kemény Zsófi, Simon Marci, Lackfi János, ezekkel ez a kapcsolat, hogy ez elérhető. Persze, nyilván aktívnak kell lenni, és irodalmi táborba is el kell menni, de hogy gyakorlatilag vidékről származó, és nem irodalmárak a szüleid. Tehát szerintem azt mutatod be, hogy kitartással, és még pofonok után is, ha valaki akarja, és az a célja például, hogy megismerje ezeket a szerzőket, vagy mondjuk költészettel foglalkozom, vagy írjon, akkor ezt lehet, nincs lehetetlen. Igen, tényleg nagyon, tehát, hogy nagyon közel volt hozzá, mindig is sikerült elérnem, ilyen kézzelfogható volt az irodalom számomra, mert egyrészt képeztem magam, jártam helyekre, olvastam sokat, felvételekről néztem vissza, akár előadásokat, bemutatókat, slam rendezvényeket. Szerintem, aki most akar elkezdeni versekkel foglalkozni, az ezt nagyon könnyen meg tudja tenni, és ráadásul elég inspiráló az, hogy találkozhat is szerzőkkel. Ezért is fontos kortársakat ismerni, mert ez a tök jó a kortársakban, hogy élő szerzők tudunk velük beszélgetni. Benni, nagyon sok költőről, költészetről, versekről beszéltünk, de azért nézik ezt a műsort olyanok is, akik a prózáért vannak oda, a regényekért vannak oda. Azért szeretném, ha egy regényt ajánlanál nekünk, megmutatnál, ami felkerült a polcra, és valami miatt fontos. Most itt a legvastagabb könyvet leszedem, de ennek nem értem a végére, úgyhogy ezt úgy ajánlom, hogy csak egy részét olvastam eddig, viszont azért volt, vagy azért tekintek erre vissza ilyen nagyon boldogan, mert beszéltem itt az apukámról, a családomról, hogy jártunk együtt előadásokra, hallgattunk együtt versmondásokat, CD-ken, DVD-ken, viszont azért, ahogy én is nagyobb lettem, egyre több elfoglaltságom lett, meg lett egy kis tesóm, ugye, azóta ez valahogy kicsit megszakadt, és ahogy jött a karantén időszak, akkor kitaláltam, hogy ezt a tényleg hatalmas és egyébként nagy súlyú könyvet, a Végtelen tréfát, amit egyébként tényleg elképesztő belegondolni, hogy
ezt lefordították. Tehát, hogy nyilván elolvasni is nagyon nehéz, de hogy valaki ezt fordította, az ugye annak a, nem tudom, a hatványozott formája, mert hogy nagyon sokat kell foglalkozni a szöveggel, és ráadásul tényleg 1100 oldal, és abból csak 100 vagy több mint 100 a jegyzetek része, amit viszont hozzá kell olvasnia a könyvhöz. Azért van bejelölve? Aha. Igen, tehát ez nem az, amit leviszel a strandra magaddal, majd nyáron. Vagy ezzel edzel. De, hogy ezt viszont apukámmal együtt olvastuk, mert nem egyszerre lapoztunk, de hogy mindkettőnknek volt benne egy ilyen kis könyvjelző, és akkor így haladtunk fejfej mellett. És mindkettő is van benne, mintha erre készült volna a kiadó, de persze valószínűleg a jegyzetek miatt. Tehát egyszerre olvastátok, mert a karanténban sokat otthon voltál, a karantén alatt, és párhuzamosan haladtatok igen, vele? Igen, kitaláltuk, ilyen közös programnak volt, hogy az egyikünk állt fel hamarabb, akkor ő vette magához, utána én, és amúgy ez is nagyon jó tud lenni. Tehát engem tényleg mindig az motivált, hogyha az olvasás, az írás, az alkotás egy közösséget teremtett. Ezért mondom, és hangsúlyozom ki sokszor ezt, hogy fontosak ezek a találkozók a kortárs költőkkel, de ugyanígy fontos az szerintem, amikor az olvasmány élményeidet meg tudod osztani valaki mással, és az, hogy ez családon belül is megtörtént, szerintem egy szuper dolog, és jó ezekről beszélni, jó meghallgatni, hogy a másik mit gondol, ezek mindig sokat hozzáadnak a te gondolkodásodhoz is. És miért szépen ezt szúrtátok ki apukáddal? Miért tettétek ilyen magasra a lécet? Szerintem én voltam az elkövető. Tehát nagyon sokat hallottam erről a könyvről, és egyébként ráadásul abban az időszakban nem olvastam olyan sokat, úgyhogy úgy gondoltam, hogy a nagy visszatérés, akkor ez már egy fontos, hogy egy komoly szöveg legyen. Egyébként van egy tök jó film is az írónak az életéről. Én sajnálom, hogy ilyen szerzőket hoztam, mert ő is öngyilkos lett, ő is kortársunk, de hát ő zseni volt. Hogyha a szöveget megnézed, állandóan időben, térben ugrál, szereplő között, stílusban, tehát hihetetlenül nehéz olvasni, úgyhogy gondolkozom is, hogy lehet, hogy még valami mást is mondok, de hogy ez szerintem azért éri meg, mert hogyha nem is végigolvasod, de biztos, hogy amúgy fejlődik az, ahogyan, vagy változik az, alakul az közben, ahogyan mondjuk egy szöveghez hozzáállsz. Sokszor azért is próbálom így tréningezni magam, és olvasni nehezebb szövegeket, mert hogyha utána akár könnyedebbekhez nyúlok, vagy valami tök máshoz, akkor azon is meglátszik, hogy találkoztam olyannal, ami kicsit kimozdított a komfortzónámból, ami kísérletezőbb volt mondjuk, és szerintem ezeket fontos csinálni, hogy mindenfélét olvassunk. A végtelen tréfa az X generáció Ulisszesszévé vált. Milyen szép. Igen, szép, és ráadásul tehát van is egy ilyen mondás, vagy tehát ugye elhíresült az erről a könyvről, hogy ez a minden értelmiségi polcán megvan, de senki nem olvasta végig. És egyébként ezt akartam megcáfolni, és gondoltam, hogy hú, én most ennek neki megyek, csak aztán véget ért a karantén időszak, kicsit kinyílt a világ, és becsukódott a könyv. Milyen szép zárszó. Figyelj, Beni, én nagyon azt kívánom neked, hogy ezt egyszer olvasd végig, hogy te ne az az értelmiségi legyél, akinek a polcán ez úgy van ott, hogy nem olvasd el. De azért jó, hogy ezt elmondtad, mert igen, azért sejthető, hogy ez sok mindenkinek csak mutatóban van ott a polcán. És mindenképpen számolj be róla. Én nagyon köszönöm, hogy ezt az apukáddal való közös olvasást is elmondtad nekünk, mert ez zseniális ötlet. És ez szerintem lehet akár egy párkapcsolatban, nem muszáj a végtelen tréfának neki indulni. De mondjuk bármelyik könyvet, akár a Rosban a fogót tényleg, vagy az Aphegyezőt, vagy ott van mondjuk a Bartisokról, ugyan nem beszéltünk, pedig nagyon kedvelem egyébként, meg igen, nagyon igen, sokan igen. Szeretik nálunk is, keresik, de most ennyi fért bele, én nagyon örülök, hogy így a könyveiden keresztül picit jobban megismertelek, meg megismertem ezt az oldaladat, és hát sok sikert a Pilvakerhez, mert hogy pár köszönöm nap múlva szépen. Itt van a nagy március 15-i rendezvény, én biztos ott leszek, úgyhogy nézlek, alig várom, szépen. Hogy lássanak. És még azért egy picit itt szétnézek a polcodon, ha nem bánod. És pár év múlva visszatérek, és megnézem majd, hogy fog kinézni a négyszer ennyi könyved. Jó, és akkor folytatjuk. Köszönöm szépen.
Köszönjük a Heineken Hungária támogatását, amellyel elősegítették, hogy a kultúrafogyasztó és olvasást kedvelő embereknek értékes élményt nyújthassunk. Nélkülük ez a beszélgetés nem jöhetett volna létre. Ha tetszett a beszélgetés, akkor lájkoljátok a videót, és nyugodtan kommenteljetek is. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ha pedig nem akartok lemaradni a következő epizódról, és szeretnétek még hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra.